Kárpát-medence azé lesz, aki teleszüli. Hát tegyük, szüljük tele ezt a Kárpát-medencét. Adjon az Isten! Mikor édesanyámtól a Horthy korszakról hallottam, a rendszerváltás előtti időszakban, soha nem hittem volna, hogy egyszer el fogunk jutni odáig, hogy szobrot állítunk majd Horthy Miklósnak. Amikor egy nemzet szobrot állít, annak kettős jelentése van. Egyrészt a múlt egy dicső fiának megörökítése, másrészt a jövő bemutatás, hiszen ez azt jelenti, hogy a jelenünkben nincs ilyen ember, de szeretnénk, ha megtapasztalt múltunkból egyszer csak előbukkanna azon a jövőbe vezető úton, amely afelé a cél felé vezet, amelynek elérésében munkálkodunk. Csókakő a történelmet csinál. Hiszek abban, hogy Vitéz nagybányai Horthy Miklós lelke itt lebeg felettünk, és hallja, amit mondunk, és látják, amit érzünk. Nézi, miként hódol emléke előtt tisztelegve, kegyeletben és hálában az utódok sokaság. A kormányzó gondviseléstől rendelt férfivel, akit titkon a nemzet minden egyes tagja várva vár. A lányok szüljenek, mert Aponyi Albert is megmondta, hogy a Kárpát-medence azé lesz, aki teleszüli. Hát tegyük, szüljük tele ezt a Kárpát-medencét. Csókakő polgármestereként azt szeretném itt tudatni mindenkivel, hogy mi nem azért állítottunk Horthy Miklósnak szobrot, mert itt vadászott, mert családfája ide köti. Nem járt is soha, de Csókakő kormányzója volt 24 éven keresztül, és a tisztelet megilleti őt, hiszen nagyon nehéz időkben volt kénytelen vezetni ezt a sokat szenvedett országot. Azok, akiknek szobrot állítunk, azoknak a szavaira kell emlékeznünk, és hogyha a kormányzó úrra visszagondolunk, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy ő most is cselekedetre, tettekre sarkalna és ösztönözne minket. Én nagyon kíváncsi lennék a bátorságukra az ilyen Dániel Pétereknek, akik a kormányzó úr szobrát akarják meggyalázni. Ehelyről üzenjük, hogy megvédjük természetesen. Remélem, hogy van a nemzeti ellenállásban még annyi erő, hogy megvédjük a magyar nagyok szobrait és emlékhelyeit.